hogy előtt az üres padok előtt elolvashattam Istennek igényét. És azt mondtam, hiszem, Uram, hiszem, hogy a Te igény hatalmas. Hiszem, hogy a Te igényben minden megvan, amire szükségem van az én életemben. És én szeretném a téged megkérdezni. Te hiszel Isten igényben. Megbízol Isten beszédében. Magadévá fogadtad, szívembe zártad Istennek drága beszédét, Istennek drága igényét. Tudod, amikor tartjuk magunk előtt a Bibliát, akkor az olyan, mint a tükör. Tegnap már beszéltem, hogy a ige az tükörré válik számunkra. Mikor tartjuk előttünk a Bibliát, akkor valóban úgy tartjuk előttünk, és úgy olvas, mint egy tükör, ugye? Szépen magunk előtt tartjuk, és lássuk a mi arcunkat. És lássuk azt, hogy hát nem jól nézek ki, nem jó a helyzetem, nem jó áll a szénám, ugye? És akkor kell javítani, ugye? Meg kell javítani a szénamúgyját. Egyszerűen rendbe kell tenni a életet dolgozni. Ez tükör. Megmutassa nekem, hogy hol nem jól járok, hol nem jól cselekszek, hol nem jól gondolkozok, és így tovább. Tehát esőleg te tükröd elég egy kicsit így megjelenteni, és akkor már nem magam az látom, hanem ott látom az én testvéremet, a másikat, a harmadikat, és nem látom magam. Egy alkalommal, mikor befejeztem az én szolgálatomat, jött egy testvérnő utánam, azt mondta, Sándor testvér, olyan csodálatos, olyan jó volt ez az ige, de nagy kár, hogy az a testvérnő, akinek ez szólt, ez nem volt éppen nálam gyülekezetben. És mondom, és neked nem szólt semmi. Azt mondta, nekem is szólt valami, de ez mindent, mint hogyha ismerted volna azt a testvérnőt. Ő tudjátok, ő az igét úgy tartotta, hogy nem magát látta meg, hanem azt a testvérnőt. Mint mikor Isten igényét hallgatjuk, mikor olvassuk Isten beszédét, akkor a saját arcunkat, saját életünket kell benne meglátni. Mert tükröt állít nekünk, és megadhatjuk a mi orcánkat, de nem csak azért, hogy aztán elmenjünk és elfeledkezzünk, hanem azért, hogy megmosakodjunk, megtisztuljunk, megigazítjuk életünket, és Istennek tetszővé tegyük dolgainkat, életünk dolgait. Drága testvéreim, most szeretném, hogy az én drága testvérem segítene felolvasni az ige helyet Lukács evangéliumából 8. rész a 26. verstől megkezdve a 39. vers végéig. Megkérdezlek a testvéreket. Elvesztek a gadarénusok tartományaiba, mely Galileával Áterrenden van. És amikor ő kiment a földre, jött elége a városból egy ember, kiben ördögök voltak sok időtől fogva, sem ruhában nem öltözött, sem házban nem lakott, hanem a sírboltokban. És mikor meglátta Jézust, felkiáltott és lábai elé esett, és fennszóval mondta, miközben van nékem te veled Jézus, felséges Istennek fia? Kérlek téged, ne gyötörj engem, mert azt parancsolta annak a tisztátalan léleknek, hogy menjen ki az emberből, mert gyakran elragadta őt, annak okáját láncokkal és végókkal megkötözve őrizték, de a köteléket elszagadván az ördögtől a pusztába hajtaték. Megkérdé pedig őt Jézus mondván, mi a neved? És mondta, Légió, mert sok ördög ment vele. Kérjék őt, hogy ne parancsolja nékik, hogy a mélységben menjenek. Volt pedig ott egy nagy disznónyáj, legerészve a hegyen, és kérjék őt, hogy engedje meg nékik, hogy azokba menjenek, és megengedte nékik. És minek utána kimentek az ördögök az emberből, bementek a disznókba, és a disznónyája meredekről a tóba rohant és megfulladt. Pásztora pedig látta, mi történt,
elfutottak és elmennén, hírré adták a városban és a falban. Kimenének azért megnézni, mi történt, és mentek Jézushoz, és ülve találták az embert, kiből az ördögök kimentek, felöltözve és eszénél Jézus lábainál, és megfélemlettek. Elbeszélték pedig nékik azok is, akik látták, mi módon szabadult meg az ördöngős. És kéri őket odaérnősök közül való tartományok egész sokasága, hogy ő közülük menjen el, mert felette igen féltek. Ő pedig beülén a hajóba, visszatért. Kéri pedig őt az az ember, akiből az ördögök kimentek, hogy művelet lehessen, de Jézus elbocsátotta őket, mondván, térd vissza a házadhoz és beszéld el, mely nagy dolgokat tett az Isten veled. Elment azért hirdetni az egész városban, mely nagy dolgokat cselekedett Jézus művelet. Köszönöm, hogy elolvasott ügyét. Drága testvéreim, az igertől elérünk állít egy ember, akiről azt írja az ige, hogy meg volt százva. És én most szeretném nektek úgy elmondani, hogy hogyan is történik ez, mikor az ember egy olyan állapotba jut, mikor már megszállottság ott van az ő életében, mikor már egyszerűen az a gonosz lélek egyszer vízbe, egyszer tűzbe dobja, egyszer a sírba fekteti, másodszor a pusztába viszi ki, hogy mi az a ok, mi okozza ezeket a nagy szélsőségeket az ember életében, és hogy hogyan jut ide egy normális ember az ő életébe. És ez egy nem is olyan, hogy mondjam, rejtett dolog, de lehet, hogy valaki, aki ezzel nem foglalkozott, az nem tudja elképzelni, hogy történhetnek ilyen dolgok. Hogyan juthat oda az emberek ilyen megszállott állapotban. Drága testvéreim, elsősorban szeretném, hogy tudnánk, hogy minden ember kapott az Úrtól lelki ismeretet. Ebben a lelki ismeretben kapott Istentől ilyen alapvető magatartást, és olyan megítélés, a dolgoknak a megítélését. Ebben a lelki ismeretben ott van az Isten ismeret is. Ez ajándékul adta Isten minden embernek. Ezt erről olvashatunk a Róma beliekhez írt levélben, az első részben, hogy ezt minden embernek Isten megadta. Ez egy olyan alap. Ez egy olyan valami, ami ott van. Úgyhogy azt mondja a Pál apostol, hogy így ezt mindenki megkapta Istentől, és ez által, a teremtett dolgok által megismerheti minden ember Isten nagyságát, Isten szeretetét, Isten gondviselését, mert jön az eső, ugye, megöntözi a földet, növények növekednek, meghozzák az ő gyümölcsét.